Botrány a plakát kiállításon. Kivetette a most megnyílt arc kiállítás programjából a rendezvény támogató Mahír az egyik plakátot, amely épp a cég állami megrendeléseit figurázta ki. A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Mahír amúgy a rendezvény egyetlen közterületi támogatója. Ott maradt a kiállításon viszont egy másik plakát, amelyen a Fidesz kötődésű cégbirodalom vezetői, Nyerges Zsolt és Simicska Lajos is láthatóak. Ez az a plakát, ami kirobbantotta a botrányt. A kép Simicska Lajos cégeinek úgymond bőséges állami megrendeléseit állította pellengérre. A kiállításon viszont ez már nem látható, csak fotón tudjuk megmutatni. A rendezvény támogató Mahírnak, amely Simicska Lajos érdekeltségébe tartozik, állítólag nem tetszett a plakát, ezért levetették azt. A zsűri előzetesen bemutatta a Mahírnak a beválasztott műveket, ekkor szóltak a cég képviselői, hogy ha kikerül a plakát, akkor megvonják a támogatást a kiállítástól. Ennek ellenére még mindig van kint olyan plakát, amin a Fidesz kötődésű cégbirodalom, Nyerges Zsolt és Simicska Lajos képe is látható, de van itt más is. Ez nagyon vicces, mert az első elem ez a smiley szimbólum volt, amit fölraktam. Petra nyerte meg a kiállítás fődíját, próbált valami pozitívat kitalálni, de azután főleg a negatív hírek kerültek rá a plakátra. Kígyózó sor a munkaügyi központban, forgalmi dugók, a bal felső sarokban a devecseri katasztrófa, kordonbontás a Kossuth téren. Székely Petra azt mondja, az alkotás nem az ő lelki állapotát tükrözi, hanem a környezetét. Nagyon-nagyon látom a környezetemét, hogy nagyon rossz kedvűek az emberek, tehát a barátaim, a család is panaszkodósabbak, mint régebben. Tehát ezt lehet érezni, akár a munkatársaknál is. Ez már egy másik plakát, az egész ország piros színű, mindenhol jókedv van, bőség viszont sehol. Akadt, aki a jelenlegi politikai vezetést figurázta ki. Itt például Kölcsey Ferenc arca áttűnik Orbán Viktor képébe. A válság miatt tavaly nem volt arc, idén újszerű témákra újszerű pályázatok érkeztek. A válság arra biztosan jó volt, hogy egyfajta innovatív erő hasonlát magát az arcot is, és hogy megújítsuk a saját működésünket is, és hogy válságüzemmódban tudjunk működni. Ez is nagy dolog, hogy ez van. Az arckiállítás plakátjai szeptember 23-áig láthatók az 56-osok terén.